A király kiállta a próbát, és most elkezdi országának bemutatását. Amikor pedig meghallotta Jézus, hogy Jánost átadták őrizetre, visszavonult Galileába, és miután elhagyta Názáretet, és elment a tengerparti Kapernaumban lakott, Zebulón és Naftáli határaiban hogy beteljesedjen az Ézsajás az isteni szóvivő által kijelentett beszéd, aki ezt mondta. Zebulun földje és Naftali földje. Tengerútja a Jordánon túl a nem zsidó népek Galileája. A sötétben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál vidékén és árnyékában ülőknek világosság ragyogott fel. Ekkortól kezdte Jézus hirdőként hirdetni, és leszögezve ezt mondani, Bánjátok meg bűneiteket, mert már közel jött a mennyek királysága. A király világosságot hozni jött a sötétben ülőknek, és a halál vidékén és árnyékában ülőknek. Mint valami kivégzés előtt álló rabok, ülnek a dohos, sötét cellában, s jön a király, és fényt és reményt hoz, hogy van kiút, ez pedig a bűnbánat és a mennyek királysága. A királyságba hív embereket, Miközben pedig Jézus a Galileai tenger mentén járt, meglátott két testvért, a Péternek mondott Simont és Andrást, az ő testvérét, miközben dobóhálót hajtottak a tengerbe, mert halászok voltak, és leszögezve ezt mondja nekik. Gyertek utánam, és emberek halászaival teszlek majd titeket. Azok pedig miután azonnal ott hagyták a hálókat, követték őt. És miután előrébb haladt Onnét, meglátott két másik testvért Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, az ő testvérét a hajóban, Zebedeussal az, az ő apjukkal. Miközben helyrehozták az ő hálóikat, és hívta őket. Azok pedig miután azonnal otthagyták a hajót és az ő apjukat, követték őt. Jézus egy magasabb rendű életre hív. A földi hivatások csak a földi megélhetést biztosítják. Az élet viszont több, mint étel és ruházat. Ezért csak a pogányok aggódnak. Szakmai tudásukat megtartatják, de a hiába valóságot hátra kell hagyni. E testvérekben az a közös, hogy habozás nélkül hátra tudták hagyni régi életüket Isten királyságáért. Már akkor, amikor még kevésbé volt a király és az ő országa ismert, és meglepő dolgokat élhettek át ezután a királlyal, és bejárta az egész Galileát Jézus, ahogy egyfolytában tanította az ő gyülekezeteikben, és egyfolytában hírnökként kihirdette a királyság jó hírét, és egyfolytában kikezelt minden betegséget és minden legyengültséget a nép között. Itt beindul a királyság gyakorlati és kézzel fogható módon a bűnnek, betegségnek, átoknak vége. És eljutott az ő híre hallomás útján az egész Szíriába, és felajába odahordozták hozzá mind a rosszul léteseket, a különféle betegségektől és kínoktól, ostrom alatt fogvatartott összepréselteket, és a démonizáltakat, és az epilepsiásokat, és a szélütötteket, és kikezelte őket. És nagy tömegek követték őt Galileából, és a Tízvárosból, és Jeruzsálemből, és a Jordánon túlról. Ahogyan ki akar gyógyítani minket a sötétségben és a halál vidékén és árnyékában való ülésből, ezekből a démoni hatásokból, ugyanúgy akar kigyógyítani minket az emberi elgondolások és a bűnök különféle fogságaiból és összepréseléseiből. Elközelített Isten királysága, akarsz megszabadulni te is a sötétség hatalmából? Bány bűnt, hívd a királyt, pattany és hagyj hátra minden hiába való láncot, az élet jóval több, mint önfenntartás és nyöszörgés. Gyere és kövesd a királyt!